Trust me, I'm an engineer. Oh shit, I think I'm out of here. Sziasztok srácok! A mai videóban egy ismerős lézert fogok nektek bemutatni, ugyanis az Atomstack megkeresett újból, ugye teszteltem már az X7-es X7 Pro lézerüket, most viszont az X20 Pro jár nálam, ami gyakorlatilag ugyanaz a gépfáz, egy kis wifi-vel felvértezve, valamint egy 20 wattos lézerrel és egy hozzávaló kompresszorral. Ez már nem a pár száz dolláros kategória, viszont nagyon érdekes, és remélem beváltja a hozzáfűzött reményeket. Elég sok mindent ígérnek a weboldalukon. Lássuk, hogy teljesítik-e. De először rakjuk össze. Lássuk, mit tartalmaz a doboz. Én már felbontottam, ugyanis nem volt külső jelölés, hogy ez honnan jött, és mostanában ugye kezdődik a... Ja, jön a karácsony, így augusztus végén, és szeptember elején, és hát ilyenkor ugye megugranak az ilyen küldött cuccok. Szóval lássuk, hogy mit kapunk a dobozban. A szokásos rozsdamentes acéllap, ami tök jó, és boncolom is már ki. Ahol megkapjuk ezt a gyönyörű Atomstack lézert, itt becsomagolva, kérem szépen, nagyon high-end cucc, lássuk. Tehát először is user manuál, illetve applikáció. Manuál a kompresszorhoz, két oldalsó vázelem, nagyon szép szálcsi szolt, extrudált alumínium, némi csövet a levegőnek, egész jó minőségű cső, ez eddig a legjobb, amit kaptam. Hoppá. Gyere vissza! Két darab tápkábel, a szokásos szemüveg, de már a jobb minőségű. Kapunk mindenféle kiegészítőket, mintaanyagokat, microSD kártyát, szokásos dolgok, PC kábel, kijelző kábele és a vezérlő. Itt van egy lézer, ahogy elnézem. Egy elég gigantikus méretű lézert kapunk a géphez. Azért ez már elég méretes darab, a 20 wattos lézer. Nem teszi, hogy kéne szednem egy ilyet, hogy néz ki belülről. De azért itt vannak méretek. Egyébként megsúgom, az ilyen lézermodulok általában 5 wattos lézereket sorakoztatnak föl, tehát ebben van 4 darab 5 wattos lézer, meg az optika, ami ezeket szépen összehozza. Mivel 4,5-5 watt környéke a legnagyobb, amit ki tudnak hozni egy ilyen pici dióda lézerből. Ezt meg fogják, és annyit pakolnak bele, amennyit csak tudnak. És így lesz belőle 20 wattos lézer. És ez alatt még van itt egy kompresszor. Hát ez... Aztán minden itt. Ez egy szép méretes kompresszor egyébként, nagyon dizájnos. Itt vannak a gép lábai. Ez nem különbözik egyébként vázból legalábbis eddig a már előbb bemutatott Atomstack géptől. X-tengely, hello. És van még egy eleje hátulja a gépnek, amire szépen rá van írva, hogy Atomstack X20 Pro. És egyébként köszi szépen a fekete anyagot. Ó, itt is van még egy kis kefe. Mert ebből frankon tudok vágni dolgokat, ami tök jó. Hát ezt kerestem én. A kijelző. Ami továbbra sem tetszik, hogy külön van, de ez az én egyéni hülyeségem. Tápegység. Itt még mintha kellene lennie valaminek, de szerintem már lassan nincs. És íme az X20 Pro-nak az építő készlete kiterítve az asztalon. Nem nagyon változott a dizájn az előzőhöz képest, gyakorlatilag ugyanaz. Ez a kompresszor, ez impozáns, ez nagyon tetszik, ez sok mindenre is jó lehet egyébként még mellé. Lehet, hogy rákötöm néha az airbrush pisztolyt, mert jobban néz ki az airbrush kompresszorom. És hát ugye itt a lényeg a lézerfejben van, úgyhogy gyorsan dobjuk is össze, és lássuk, hogy mit tud ezzel a 20 wattos lézerfejjel. Mutassak egy ügyes okos megoldást, mert ez mondjuk pont tetszik nekem. Tehát itt van ez a szép döher nagy lézerünk, és van rajta egy átmenő csavar. Ebben van egy menet belül a lézerben, és ahelyett, hogy itt hátul próbálkoznál a kis pici kis hernyócsavarral állítgatni, hogy hol álljon a lézered, egyszerűen csak fogod, belecsúsztatod, így, és meghúzod. Tök jó! Bár
hiányolom az Ortúrnak a kis lehajthatós beállító fülét, úgyhogy Atom Stock, tessék onnan majd lopni. És elkészült, mondjuk ez a gép is a, hát a kábel menedzsmentből nem az igazi, de amennyire sikerült, hogy elmenedzselgettem, de ugye szabadon kell hagyni ahhoz, hogy szépen be tudja járni az egész útját. Viszont a légcső legalább egy elég vastag, gyakorlatilag vákumcsőszerű cucc, ami nagyon jó, mert nem fog megtörni úton útfélen. Kompresszor, fasza, és a gép. Laser creates more possibilities, nagyon fasza, és kínai a menü. Pillanat. Na ugye mindjárt jó, egy picikét fénylik. Na ugye nincs benne SD kártya, ezért ugye nem tudom csinálni most semmit. Egy kis setup, fölkerül oda az Ortúr helyére, a tesztasztalra. Aztán megnézzük, hogy mit tud. Első körön a memóriakártyán adott mintát fogom megcsinálni vele, mert kíváncsi vagyok, mit adnak hozzá. Tehát ugyanazt, mint az előzőbe, hogy... ok. Szóval, be van állítva megfelelő magasság, adtak hozzá egy ilyen kis szerszámot, és lássuk a dolgot. Nézzünk egy frémet, hol fog ez elhelyezkedni. Majd nyomjunk neki egy play-t. Egy körben. Ugyanazt a lepkét kapjuk, úgyhogy próbáljunk valamit gravírozni vele. Nos, ez meglepően szép lett rozsdamentes acélra, egész jól kivehetők benne a részletek is, minden. Nagyon jó. Nagyon tetszik. Ugye készült egy sima, egyszerű rétegelt lemezre való gravírozás, ez a Java Mustang. Próbálkoztam vele üvegre, hát ugye alátettem dolgokat úgy, ahogy az üveg az csak akkor jó, hogyha le van festve. Csináltam pár kulcstartót, ez csak poros, ez nem rossz. Csináltam pár két oldalas kulcstartót, és még azt ki akarom próbálni, hogy tényleg elvág egy 8 mm-t egybe rétegelt lemezből, egy körbe, jó lassan. Nos, azt mondom, 6 mm-t gond nélkül átvág, úgyhogy adjunk még neki. Lássuk 12-vel mit kezd. Most a felső ugye bár át lett vágva, az alsó, ahogy láttam, egyszer-kétszer át bukkant rajta a lézer sugár, de nem lett átvágva. Durván kétharmadáig vágta. Ami 4 mm-t jelent, meg 6, az 10. Ez közel van a megjelölt 12 mm-hez. Nem is olyan rossz. Amit még nem említettem, srácok, ezzel a géppel kapcsolatban, hogy itt hátul, most nem fogjátok látni, de itt van benne egy kis wifi antenna, és van hozzá egy szoftver, ami az eddigiekhez képest kiválóan működik, úgyhogy igazából annyi a lényeg, hogy ha lősz magadról egy megfelelően előnytelen fotót, vagy igazából bármit legravírozhatsz, ami képként van a telefonodon, szóval lősz magadról egy fotót, ami úgy, ahogy korrekt, hello, megfelelő és előnytelen, leokézzük,
Majd itt meg tudod adni, hogy mi legyen a... Hát néha vált kínaira, de... Ja, szóval itt vannak ilyen megoldások. Hogyan lehet ezt gravírozni. Nem is rossz. Még a gyorsaság kedvéért. Lássuk csak. Lehet állítani a fényt. Mindent. Túl sötét. Megint sikerült váltani a kínai nyelvre. Ez egy ilyen probléma ezzel a szoftverrel, ahogy elnéztem. És kontraszt. Keresek kontraszt. Jó lesz ez. Itt van gyorsabban gravíroz. Tovább. 1000. Az nekünk jó lesz. Illetve nem lesz jó, mert kicsit gyenge. Még 3500. 500 az jó. Várjunk, hogy melyik volt a confirm. Nem, mégse. Isten verje meg, hogy miért váltottál kínaira már megint? Na! Most konvertálta a képet, és elvileg föltölti. Ja, hát a szoftvere az, mint mondtam már párszor, elég össze van dobálva. Na, mint ez föltöltődik, szépen megnyomva a gombot, és a gép gravíroz. De az első gép, aminek végre működik a szoftvere normálisan. Aztán nyomunk egy továbbot. Igen, eltaláltam. És igazából nyomunk egy homingot, és azt hiszem ez a start. Azt hiszem. Hogy eltaláltam. És már gravíroz is. Itt látjátok. Nagyon szép. Lehet állítani még a sebességet, lézererőt. Aminek levegőt, hogy többen gravírozzon. Most ez menjen végig timelessbe, aztán a végén majd beszélek róla. Nos, mint láthatok, történt egy kisebb baki, mivel belenyúlkáltam a dologba. Hát ez az acéllap itt a hőtől, ettől a géptől megvetemedett, úgyhogy ehhez már egy ehhez hasonló rombusz mintás vagy mégsejt mintás vágó ágy illene, úgyhogy srácok, ez a lap már nem elég neki. Mindenképpen érdemes hozzávenni egy rendes alapot. És emiatt sajnos egy kicsit csáli lett a dolog, de nagyon szépen látszok én és a kamerám, úgyhogy ilyen dolgokat lehet művelni vele. Tök jól működik a wifi, tök jól működik a gép, akkor erő van benne, hogy meghajtogatta a hőtől a rozsdamentes lemezt. De ez most megy a kukába, mert ez ennek így most vége. Sajnos. Nos srácok, ez a gép már egy bizonyos formában járt nálam. Magával a gépvázzal továbbra is nincs semmi bajom, ugyanúgy jó, mint az előző gépnél, az X7 Pro-nál. Azonban ezzel a lézerrel nagyon jó. Nagyon szépen gravíroz fára, fémre, rozsdamentes acélra gyönyörűen rágravírozta azt a Yamaha DX7-es szintit. Tök jó! Emellett pedig ez az első olyan gépem, aminél a wifi-s funkciók tökéletesen működnek, eltekintve attól apróságtól, hogy a szoftverük néha így automatikusan kínai nyelvre váltja magát, de mivel nincs túl sok opció benne, így annyira nem vészes. Lehet kapcsolódni direkt be a géphez, nem kell hozzá külön hálózatra csatlakozni, meg egyéb ilyen baromságok. Gyakorlatilag működik. A lézerfej baromi erős, a kompresszor nagyon jó, és az egész úgy összességben nagyon dizájnos, hát kivéve a levehető LCD, mert nekem az előzőnél is mondtam, hogy az annyira nem igazán jött át. Úgyhogy amennyiben érdekel titeket, lent van a linkje a leírásban. Borsos, nagyon borsos, és nem azért, mert cheap, hanem mert drága. De ez van, hogyha lépünk egyre följebb és följebb és följebb a lézer wattok számában, akkor sajnos az egyre drágább lesz, és egy idő után exponenciálisan kezd drágulni. Ja, ez még a skálának a legalján van. Szóval srácok, remélem tetszett ez a már megint lézer videó, és azt hiszem megvan az újabb gépem, ami lecseréli a Sculpfunt, mint az éppen aktuális használós lézervágó gravírozó. És hát a következő videón találkozunk, ami hát remélhetőleg most így következő az éppen nem lézer lesz, de lehet, hogy még lesz. Nem vagyok benne biztos, hogy nem. Ja. Na, mhvcorporation.hu és sziasztok!